Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Kis dobozok az asztalom elején, ami azt jelenti, hogy ebben a videóban ízesített nikotinsókat szeretnék nektek bemutatni, méghozzá egy fajén angol gyártótól, a Zeus Juice-tól, aminek összes nikotinsója elérhető már a The Liquid City kínálatában, az én asztalomról pedig csak egy hiányzik, tehát 6 darab ízesített nikotinsóból áll ez a Zeus Juice, és ők már a 29. hogyha jól számolom, 29 gyártó vagy algyártó, akik a Liquid City kínálatában föllelhetőek az ízesített nikotin só szekcióban. Mit is jelent ez, mert sokan mondjuk kezdő belépők, és nem tudják, pedig rengetegszer elmondtam már, hogy az ízesített nikotinsók azok bizony kész likvidek, nikotinozva. Itt ugye a kiszerelés azért ilyen minimális, tehát hogy 10 ml van a flakonban, vagy 10 ml-es flakonban, mert ez egy Európai Unió szabvány, hogy amiben nikotin van, az nem lehet 10 ml-nél nagyobb dózisban árusítani, illetve a nikotin tartalmuk sem haladhatja meg a 20 mg per ml. A Zeus Juice is eleget tesz ezeknek a követelményeknek, a 20-as a plafon, viszont a Liquid City oldalán, hogyha rámész bármelyik terméknek a lapjára, akkor ki tudod választani a Zeus Juice-nál is, hogy 20-ast vagy éppenséggel 10 mg per milliliter szeretnél választani. Ez, jelzem, hogyha átnézitek az összes nikotinsót az oldalon, akkor a legtöbbnél elérhető opció, hogy bizony ki tud választani az erősséget. És akkor ugye ezek általában ilyen 50-50, vagy PG-VG, vagy 60-VG-40 PG arányal rendelkeznek, és ez azért jó, mert hogy ezeket inkább az ilyen kisebb típusú gépezetekbe ajánlom én is, de a gyártó is természetesen. Mert hogy nagy dózisban megy be a nikotin, és ezáltal nem lehet beleönteni DL-gépekbe, mert hogyha 20-as beleöntöd a DL-gépbe, akkor meg fogsz őrülni, akkor jó nagy nikotin dózis fogsz kapni, és eldobálod a kezedbe. Én is pod rendszerekben fogom őket kóstolgatni. Jelzem, a Zeus Juice azért próbálkozott azzal, hogy ebben a 6 ízvariációban szépen azért lefedjenek azért elég sok ízvariációt. Nézzük is, ugye dobozkában érkezik, szép dobozok vannak, össze lehet őket illeszgetni, és a dobozokra rá is van írva, hogy milyen, mivel rendelkeznek, tehát milyen ízvariációval rendelkeznek. Mutatom neked ide közelre, az első a Dead by Bunny, amit ebben a Vinox Sky 1-ben fogok kóstolgatni, sőt, már kóstoltam is, és mivel én 20-asokat kaptam, így előttetek azért nem sokat akarok itt szívni, mert ugye 5-öt kell végigkóstolni, hát elég jó kis cigizgetés lesz. Lehet ezt így mondani? A vépelgetés lesz. Na. Mondom is, hogy a Dead by Bunny az nekem nagyon hasonlít egy ilyen alacsony kategóriás márkának az aromájára, aminek az volt a neve, vagy még az is, hogy mother milk, hogy anyatej. És abban is ilyen epres, turmixos dolgok voltak, epres, tejszínes dolog volt. Nos, ez a Dead by Bunny, ez szinte teljesen ugyanaz. Tehát itt feleségem azt az aromát elég hosszú távon fogyasztgatta. Szerintem ez, hogyha a kezébe adom, hogy kóstolja meg, akkor fel fog csillani a szemem, hogy mi már, megint ilyen jó kis anyatej. Hát kérem szépen, ez egy lágy, sejmes, epres, tejszínes turmix. Tehát inkább azoknak fog kedvezni, akik bizony a desszertet keresik, és nem túl édes desszertet. Mert az eper az édes, a tejturmix édes, de mivel gyümölcs van benne, így nem lehet azt mondani, hogy ez egy full édes desszert, tehát nem csoki meg ilyesmi, hanem kellemes, enyhe sava is van az epernek, úgyhogy nagyon gyönyörű likvid lett, mert hogy ez likvid. Így van, szép, sejmes, lágy, mégis érzed benne a kraftot, tehát a nikotin benne van, ahogy mondom, én 20-asokat kaptam, szóval ez egy bomba.
De nézzük meg a következőt, aminek az lesz a neve, hogy Black Reloaded, és itt a Zonder Q, azt hiszem ez az a podrendszer, és akkor itt már lehet azt látni, szerintem ti is látjátok, hogy szép színes likvidről van szó, tehát így el van színeződve, sötét bogyó mentol és ánizs a tartalma. És itt van egy nagyon fajn megjegyzésem nektek, csak szívok bele egyet megint, mert már videó előtt szívogattam. Gyönyörű. Elsőre úgy szoktam csinálni ezeket a dolgokat, hogy hát így kicsit újbegyre csöppentek, és akkor megnyalom, és akkor ott koncentrálódva vannak az ízek, bár vépelés közben nem teljesen ugyanazt fogod kapni, de azért tényleg koncentrálódva vannak az ízek. Már akkor megjegyeztem magamban, de most így szívás közben is megjegyzem, de ezt már nem magamban, hanem nektek, hogy nekem ez a torokkémény se próbálja. Tehát ez nálam egy sima fekete negró, nem a mézes, hanem egy sima fekete negró. Gyerekek, ez a sötét bogyós történet a mentollal és a nem túlzóan belevitt ánizsral szerintem egy negró. Gyönyörű, tisztán érezhetőek ezek a erdei sötét bogyós cuccok. Így van. Hűsítés nincs a cuccban. Mentort lehet érezni, és ánist, és ezt a tiszta, sejmes, kellemes, sötét bogyós cuccokat. Irtózatosan finom. Na nézzük, hogy megveri-e valami. Hát a középső, amit ide tettem harmadiknak, ez bizony a Midas nevet visel önmagán, és ahogy mondtam, az Zeus Juice próbálgatott itt lefedni piacokat. Ez egy vanília puding vagy karamell kombináció lesz. A Caliburnbe öntöttem, és ő is egy elég színes likvid. Látszik szerintem a Caliburnben is, hogy szép színes likvidet kapunk, és ez már ugye a desszert vonalat képviseli. Így van. Nos, én vaj karamellt azt nem feltétlenül érzek rajta, hanem ezt a sejmes lágy vanília pudingot. Inkább egy ilyen vaníliás turmix lesz a történetből. Közel hasonló sejmességgel, mint itt az elején az eper turmix, csak ez vaníliával. Baromi finom tud lenni, és azt azért gratulálok az angol gyártónak, hogy nem gejl. Nem túlzóan édes a termék, mert az ilyeneknél általában 80%-uk nagyon-nagyon gej cucc. Nem, ez egy kellemesen édes vanília puding. Vaj karamell, lehetséges, inkább ilyen turmixos vanília. Így van, fogyasztható, nagyon finom likvidről van szó. Na nézzük a következőt, és akkor majd a hatodikról is beszámolok, de először nézzük meg az Adonist, ami bizony mána és eper kombinációja. Itt van az, amikor tutira megy egy gyártó, mert ezt a kombinációt elég sokan szokták alkalmazni, és elég népszerű. Urza pakitba öntögettem belőle, ez viszont nincs elszíneződve, bár hát ilyen kicsit olyan bordás Adonist. Van kellő torok hatása is. 20-as nikotinnak köszönhetően. Itt mána és eper kombináció. Egyik sincs túltengésben. Nagyon halvány sava van, egy kicsit többet el tudnék képzelni, és egy pirinyó minimális hűsítéssel bír. Itt ugye a nikotinsók világában általában a hűsítés az nagyon-nagyon erőteljes szokott lenni, tehát egy ilyen 10x7-10x8-as hűsítéssel szoktak duruzsolni a gyártók. Ebben az esetben egy óvatos pezsgés lehet észlelni, ami segít ennek a likvidnek. Mind a két íz, tehát tényleg így összekarmolnak benne az ízek. Tehát egyszer nem mondod meg, hogy ez tiszta málna, egyszer nem mondod meg, hogy tiszta eper. Tehát az, amit ráírnak a flakonra, dobozra, hogy a kettő együtt, az úgy be is jött nekik. Szép, kellemes, kellemesen édes, és minimális savval is rendelkezik. És borzasztó finomak, amúgy, tehát tegyem már hozzá, hogy ezekben a nikotinsókban én sosem csalódtam. Tehát bármelyik gyártó, bármelyik nikotinsója jött el, megkóstoltam, beleraktam ezekbe a pótfejekbe, minimális különbség van a pótfejek íz visszaadásban, legalábbis nekem.
Lehet, hogy te találtál már két olyan podrendszert, amire egyiknek nagyon rossz ízviszadás volt, a másiknak meg borzasztó jó. Én még nem vértem ilyet felfedezni. Ezeknek a podrendszereknek bármelyiket kóstolgatom, bármelyik nikotinsóval, baromi jó ízük van. Itt már csak szerintem az, hogy teljesen szubjektív a történet. Tehát melyik gyártóra esküszöl, melyik íz lett a legjobban, melyik íz kombináció jött be a legjobban, ezekben a Zeus gyúszokban nem fogtok csalódni, szerintem. Na, nézzük meg az utolsót. Azt mondja, hogy ennek már ilyen piros KZ betűje van, ő pedig a Vermilon. Ez egy cseresznyés, bogyós, mentolos likvid, és nézd meg, gyönyörűen el van színezve, ami látszódik az Axla Slim Pro Pro-jában. Na, így van, és szívásra van aktiválva, tehát a gombom le van zárva, és hát nagyon-nagyon kellemes. Na nézzük. Így van. A cseresznye dominancia gyönyörű. És én nagyon szeretem a cseresznyét, főleg likvidben, na, nyersen is, likvidben is baromi finom. Kellemes sava van, van neki tényleg ez a enyhén fanyar beütése, a bogyósok is szépen mellette duruzsolnak, mert tényleg csak mellette duruzsolnak, és kapott egy enyhe mentolt, tehát nem egy túlzásba vitt mentolt, hanem egy enyhe mentolt hűsítéssel nem bír ez a likvid, viszont ennek ellenére baromi finom. A cseresznye nagyon viszi a prímet. És akkor a hatodik, amit nem kaptam meg, az egy ilyen, megint csak egy bogyós, ilyen citromos bogyós, azt hiszem Plimple Berry a neve, azt majd ti fogjátok kiválasztani szerintem, és mondjuk megírjátok a véleményeteket, akár a videó alá, akár a Liquid City oldalára, vagy éppenséggel Facebook oldalára, Facebook csoportjába, mert hogy ilyenekkel is rendelkezik ez a hatalmas kínálattal bíró boltocska. Számomra ezek az angol nikotinsók is eléggé verhetetlen ízekkel rendelkeznek, de egyet azért mégiscsak kiemelnék közülük, méghozzá hát a negrósat. Én azt mondom, hogy a negrósat, ez a nevekkel mindig bajba vagyok, ez a Black Reloaded, sötét bogyó mentol ánés keveréke. Gyönyörű, és akkor még a színe is jó. Baromi jó ízvisszadás van ebben az Under Q-ban is, de bármelyik podrendszerben, amint kóstolgatom ezeket a likvideket, úgyhogy szerintem nikotin sóra fel, mert ugye már rengetegen ilyen kis gépeket veszegettek, úgyhogy ezért nagy a kínálat is a City oldalán, úgyhogy ezek megint csak finomra sikerettek. Akinek tetszett a bemutatóm róluk, az nyomjon a videóra egy lájkot, akinek nem tetszett, az nyugodt szívvel diszlájkolhat. A videó alatt itt a fejem mellett fel is tudtok iratkozni, csengő gombot meg tudjátok nyomni, hogy kapjon értesítést, mikor tettem fel a következő videómat. Épp pedig kettő darab előző termék bemutatót láthattok a The Liquid City kínálatából. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra!